Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit június 12-én pénteken. Továbbra is uralja a piacot az Alföldi Tej Kft. A folyamatos innovációnak köszönhetően kiváló termékekkel látják el a vásárlókat, kiváltva az import egy jelentős részét. Erről beszélgettünk Rózsás Mónikával, az Alföldi Tej Kft. Ügyvezetőigazgatójával. Egy ősöreg közhelyel kezdeném. A tej életerő egészség, tudjuk ezt régről. És nagyon fontos számunkra, hogy itt Székesfehérváron, a magyar gazdaság egyik központjában az Alföldi Tej ilyen utat, ilyen pályát fut be. És hát tudjuk a helyét és szerepét az élelmiszeriparban, illetve az ágazatban. Hol tart ma a tej előállítása az Alföldi Tej gyártósorainak tükrében? Hát ugye az Alföldi Tej hosszú utat jár be, 2003-ban alakult, és ezt az üzemet vette meg először. 2006-ban azóta gyárt itt termékeket, ma az Alföldi Tej a második legnagyobb tejfeldolgozó üzem Magyarországon. A belföldi értékesítését nézzük, akkor az első legnagyobb üzem gyakorlatilag portfólia szempontjából, ma már mindenfajta terméket, tejterméket állít elő. Azzal, hogy a debreceni üzemet 2015-ben megvásárolta, az a termék, ami még hiányzott, a sajt, az is most már bekerült a portfóliónkba. Az agrárgazdaság számára rendkívül fontos, hogy magyar termék jelenjen meg a piacon. Azt tudjuk, hogy az Alföldi Tej magyar beszállítókkal dolgozik. Ez rendkívül felelősséget ró egyik oldalról a termelőkre, másik oldalról az Alföldi Tej vezetőire, szakembereire. Ez a fenntartható fejlődés záloga? Magyar termék, magyar beszállítótól? Igen, de még tovább fokoznám, nem csak magyar beszállítók, hanem itt a magyar tejtermelők, egyben a tulajdonosok is az Alföldi Tejben. Miként lehet megőrizni a versenyképességet? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a piac tág. Rendkívül sok tejtermék van, amely nem magyar, ennek ellenére fel kell venni velük a versenyt. Igen, az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ma Magyarországon a magyar tejtermelők előállítanak annyi alapanyagot, ami elegendő ahhoz, hogy kiszolgáljuk késztermékkel a magyar fogyasztókat, de van kivitel. Kivitel van egyrészt alapanyagból, a megtermelt tejnek közel egyharmada nyers tejként kimegy az országból exportra, illetve termékeket is exportálunk. A termék struktúra, késztermék struktúra nem olyan, ami a fogyasztáshoz kellene, de Magyarország képes lenne tejtermékből ellátásra. A termékstruktúra bővítése természetes, hiszen a jövedelemtermelés fokozásának az egyik alapja, viszont ehhez kell innováció, piac. Miként kívánják ezt megvalósítani, hogy tovább fejlődjenek? Hát az egyik innovációnk az elmúlt két évben megvalósított beruházás, ugye 2007-ben kezdtünk neki a debreceni üzemünkben a sajtgyár építésének, és gyakorlatilag egy 21. századi sajtüzemet építettünk egy porítóüzemmel együtt. A két technológia, a legmodernebb technológia, a sajtgyártás már a tavalyi év óta folytatódik, a porítóban pedig a próbaüzemek zajlanak, és elsősorban exportra fogunk ott portermékeket előállítani. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a termelők is érezzék, hogy a legfontosabb a minőség? Igen, másrészt pedig, hogy azt érezzék, hogy a magas hozzáadott értékű készterméket kell előállítanunk, és erre az új üzemünkben mindkét technológia alkalmas. Megtapasztalhatjuk mi vásárlók, hogy a piac rendkívül érzékeny, miként kívánják megismertetni minőségi termékeiket, illetve hogy van az ár-érték arány, hiszen korán sem mindegy, hogy itthon Magyarországon mi mennyibe kerül függetlenül a minőségtől. Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, de eltér általában a lakosság igénye. Tehát egyik oldalon szeretnének minőségi terméket vásárolni, a másik oldalon pedig szeretnének olcsó terméket vásárolni. A kettő együtt azért nem tud teljesülni. Ma a magyar feldolgozóipar és a magyar tejipar képes kiváló minőségű terméket előállítani.
képes akár sokkal jobb minőségű terméket is előállítani, mint az import, és úgy gondolom, hogy Magyarországon, ami jó termékként, kész termékként állítódik elő, azt Magyarországról kell megvenni, és nem kell behozni import termékből. Ilyen lehet akár a sajt, lehetnek a joghurt termékek, kiváló minőségű például a magyar rögös túrónk, ami ugye egyedi is, de kiváló minőségű, amit legjobban szeretnek a fogyasztók, például a tejföl. Ezek a termékek a tapasztalataik szerint, hiszen nyilván vizsgálódnak-e tekintetben is, mennyiben váltják ki az importárut? Magyarországon az import az sokszor az egy levezető piacként szerepel, dömping mennyiségben, és akár nyomott áron jöhetnek be termékek. Ezek alapvetően UHT tej és a sajt. Minden második sajt importból érkezik, amit fogyasztunk, annak ellenére, hogy egyébként feldolgozó kapacitással képesek lennénk szinte teljes egészében a sajt mennyiségét előállítani. Amikor mi úgy döntöttünk, hogy a debreceni üzemben megépítjük a sajtüzemet, egy olyan terméket, ami egyébként hiányzott a mi portfóliónkból, akkor az egyik döntésünk mögött például pont az állt, hogy ki tudjuk váltani a beérkező sajt importnak a hetedét azzal a kapacitással, amivel rendelkezünk, illetve egy olyan terméket választottunk, ami a trapista sajt, ami a teljes sajtfogyasztásnak közel 80%-a. A nyers tejről és a különböző tejtermékek piacának változásairól beszéljünk néhány szót, hiszen nagyon-nagyon fontos. Volt egy olyan időszak, amikor a gazdák a nyers tej árusításával tulajdonképpen elérték, amit szerettek volna, ezt István Falvi Miklós mondta nekem. Ennek meg kell változnia, tehát nekik is a minőségre kell törekedniük. Tárgyalnak-e ilyen értelemben, adnak-e ötleteket a gazdáknak a tejtermék tanáccsal közösen? Hogy ez nagyon fontos, hogy ma már a világ nem tejet vesz, hanem a tejnek az alkotó elemeit. A tej az áll a tejzsírból, tejfehérjéből és magából a folyadékból. Itt a tejzsír és a tejfehérje a késztermék szempontjából az alkotó elem. Vannak olyan országok, vannak olyan régiók, ahol már csak ennek a kettőnek az árátról beszélnek, és nem magáról a tejnek az áráról. Ha beltartalmát nézzük mondjuk az Európai Unió szempontjából a Magyarországnak, akkor az árban, a tej árában sajnos a magyar tejár az EU végén kullog, de beltartalmonban sem érjük el még egyébként az Európai Uniós átlagot. Ebben van mit javulni a magyar tejtermelésnek. Igazi ünnep volt a debreceni sajtgyár avatása. Azóta eltelt fél év. Beváltak azok a terveik, azok a gondolataiknak, amelynek mentén elkezdték az építkezést és átadták az üzemet? 2017-ben, amikor elkezdődött a debreceni üzemben a sajtüzem beruházása, akkor gyakorlatilag egy hiányzó terméket szerettünk volna a portfóliónkba bevezetni. Ez volt a sajt. Több mint két évig tartott a beruházás, a sajt és a polítóüzemnek a beruházása, és a sajtnak tavaly volt meg a sajtüzemnek az átadása. 9 hónapig fejlesztettük ki azt a sajtot, ami ma már a piacon a legnagyobb márkánk alatt, a magyar brand alatt már kapható. Legnagyobb örömünkre szolgált, hogy éppen májusban végzett sajtteszten a mi sajtunk 18 sajtból a legjobb eredményt ért el. Azt gondolom, hogy ez visszaigazolja azt, hogy jó munkát végeztünk. Megérkeztünk a MÁ-ba. Mennyire vetette vissza a termelést, illetve az alföldi tej gyártókapacitásait kihasználó időszak a koronavírus járvány önöket? Az élelmiszeripar talán azon kevés iparak egyike, amely a koronavírus alatt a legnagyobb kapacitását hozta. Voltak olyan termékek, amelyikből a koronavírus alatt 7-szeresére nőtt az igény, ezek elsősorban a tartós termékek voltak. Mondhatjuk azt, hogy ebben az időszakban még a karácsonyi forgalmat is meghaladó forgalmat értünk el. Mind a két üzemünk folyamatosan termelt, gyakorlatilag a hét minden napján és a nap minden órájában. Az exportot mennyiben akadályozta a határzárak? Az alföldi tej portfóliójában
az export az nem jelentős, és elsősorban ebben az időszakban mi a belföldi piacokra koncentráltunk, az volt a célunk, hogy a magyar lakossági igényeket tudjuk kiszolgálni, és úgy gondolom, hogy ezt maximálisan teljesítettük is a többi magyar feldolgozóiparral együtt. Érintőlegesen beszéltünk már a jövőképről, hiszen a Debrecen is megépült sajtüzem is ezt szolgálja, ugyanakkor mégis kérdezném, ahogyan továbbról. Ugye itt, ha az exportra kanyarodunk vissza, elsősorban a porítóüzemünk az, amelynek a végtermékét, a késztermékeket, ugye ezek portermékek, exportra szánjuk. A porítóüzem hatósági engedélyei rendben vannak, a próbaüzemét a koronavírus járvány félbeszakította, de ez a közeljövőben folytatódni fog, és hát utána egy következő nagy feladat fog előttünk állni, egy kínai audit, hiszen mi a keleti piacokat célozzuk meg a késztermékekkel. Hét éve különleges elvek mentén nyitott meg a Jancsár kertben a termelői és biopiac. Mára már természetes a székesfehérváriak számára, hogy ellenőrzött, vegyszermentes árukat vásárolhatnak az őstermelőktől. A szombati piacnap mindig ünnep, hiszen a Fejér megyei gazdák tudják, hogy a Jancsár kertben a minőség és a mennyiség, az ár és értékarány a legfontosabb, így a vásárlók és ők is jól járnak. A koronavírus járvány lecsendesülőben van, így a szombati piacnap újra teltházat vonzott, természetesen a szabályok betartásával. Pezseg a piac, visszatért az élet, úgy tűnik. Melyek voltak a legnehezebb feladatok, hogyan lehetett átvészelni a koronavírus járvány okozta sokkot az első időszakban? Tudatosan, tehát rengeteget olvastunk, figyeltük a rendeleteket, a megjelent jogszabályokat, és különösen az első hetekben rendkívül szigorú feltételek mellett tartottunk piacot. Az természetes volt, hogy az árusok maszkot és kesztyűt viseltek, egyébként ez most is így van, de kijelöltünk 2 méterenként olyan pontokat, mondjuk itt a szabadtéren a betonon, amely a távolságtartás 2 méterenkénti távolságot biztosította. Mindent megtettünk azért, hogy itt a vásárlók biztonságban érezzék magukat. Ez továbbra is így van, úgy gondolom. Amit egy kicsit nehéz volt áthidalni, az még a polgármesteri rendelet megjelenése előtti 9 és 12 óra közötti 65 év felettieknek a vásárlási kijelölt időszaka, mert ugye mi alapvetően egy szombati piac vagyunk, ahol 6 órát vagyunk nyitva, és ebből 3 órát elvett ez az időszak, amikor a mi vásárlóinknak csak mint egy 15%-a tartozik ebbe a korcsoportba. Kedvezőbb lett a helyzet, amikor a polgármester úr 7 és 9 óra közötti időszakot jelölt ki ennek a 65 év feletti korcsoport vásárlására. Tehát 3 óráról 2 órára lecsökkent. Most ezt éljük, de bízom benne, hogy ez az idősáv korlátozás ez 1-2 héten belül megszűnik, és akkor az alapvető biztonsági dolgokat, tehát a higiéniai előírásokat, a maszkviselést, a távolságtartást betartva hozzá tudunk az járulni, hogy a járvány lecsillapodjon Fehérváron is. A piacot a forgalom érteti, nyilvánvaló, hogy mennyire viselte meg az árusokat a forgalom kiesés. Elég érzékenyen érintette, hiszen maga a mezőgazdaság körforgása az kényszerítette az, hogy értékesítési helyeket kellett találni mind a primőr növénytermesztőknek, a zöldségeseknek, mind az állattartóknak. És mi a magunk részéről úgy tudtunk ehhez a helyzethez hozzájárulni, hogy házhozszállítást, kiszállítást szerveztünk meg, hogy a Facebook oldalunkon lehetővé tettük, hogy az árusoknak a gazdaságában, a tanyáján is vásárolhassanak. Alapvetően hozzájárult ez a dologhoz, hogy szerda délutáni piacot vezettünk be. Tehát a szombat délelőttén kívül úgy éreztük, hogy még egy lehetőséget kell adni a vásárlóknak, hogy hozzájussanak ezek a termékekhez, és két hónapon keresztül ezt a szerdai időpontot kínáltuk a fehérvári vásárlóknak. Így a kedvenc termékeikhez hozzá tudtak jutni.
Nagyon sokat számít, hogy rendkívül szigorú az a feltételrendszer, amelynek mentén itt az árusok megjelenhetnek. Gondolok elsősorban, hogy őstermelők zömében. Ez mennyit segít a piac népszerűségében? Ez tulajdonképpen a piacnak az alapja és a piac lelke, hiszen a vásárló és a termelők között most már ugye 7. éve működik ez a piac, több mint 350 piacot tartottunk, tehát egy bizalmi kapcsolat alakul ki. Sok vásárló járt már az árusoknak, a termelőknek a háztáji gazdaságában, megismerte őket, ismeri azt, hogy milyen kevés adalékkal vagy vegyszerrel állítják elő a termékeiket, ismeri azt, hogy mennyire figyelnek otthon a higiéniai vagy akár az állat jóléti kérdésekre is. És talán még egy szempont nem lényegtelen, hogy itt az árakat illetően is, éppen emiatt a személyes kapcsolat miatt van egy kölcsönös függőség. Nem szaladhatnak el az árak, nem lehet rapszodikusan elszakadva a piaci keresletkínálat viszonyoktól az árakhoz hozzányúlni. Itt stabilak az árak, sőt sok tekintetben, és mivel egy-egy termékből nálunk több árus van, a környező boltoknál vagy piacoknál olcsóbb áron lehet ezeket a termékeket megkapni. Tehát az árérték arány az tökéletesen megfelel a piac kihívásainak, ugyanakkor azok a közösségek, amelyek arra tették fel az életüket, hogy kiszolgálják a piacra járókat, hogyan vészelték át, mi ebben a tapasztalatod? Vannak, akik természetesen féltek a járvány hatásaitól, és néhányan, ők a kisebbséget jelentették, nem mertek kijönni a piacra. Ez az időszak elmúlt már, most már tényleg a törzsárusoknak a legnagyobb része ismét jár ide, és most már nem csak a online vagy a otthon értékesítési formákon keresztül adja el a termékét, hanem újra a piaci közvetlen kapcsolat is életbe lépett. Tehát úgy veszem észre, hogy ez a közösség újra összeállt, az árusoknak ez a csoportja, ez a közössége, és még inkább megpróbálunk például segíteni azokon, akiknek nehézségeik vannak a vásárlás kapcsán. Tehát én is kapok olyan telefonokat, amikor valaki nem tud eljönni, és akkor kivisszük az árut természetesen. Tehát a közösség megerősödött, mert segít azoknak, akik nem tudnak hozzájutni, nem tudnak kijönni a piacra, vagy nem megfelelők nekik a vásárlási idősáv. Egy összetartást erősítő időszaknak is látom ezt az elmúlt időszakot. Az elmúlt időszakban, ha már erről beszélünk, felmerült a lehetősége, illetve hát a kényszere bizonyos értelemben a piac helyváltoztatásának, illetve egy új piac megteremtésének. Hol tart ez most? A járvány áthúzta azt a számítást, hogy rövid időn belül legalább a meglevő piaccsarnok felújítása elkezdődjön. De nagyon örvendetes tény, hogy a járvány elég hirtelen a végéhez közeledik, és ez a beruházóknak is egy olyan gondolat váltását jelenti, hogy újra elővették ennek a beruházásnak az idei második fél éven történő megvalósítását. Tehát most ezekben a napokban akkor ismételten a kivitelezőktől ajánlatkérések történnek, és a kivitelezők kiválasztását követően akár a második fél évben megtörténhet a piac teljes felújítása, úgyhogy decemberre, az ünnepekre már megújult egy modernizált környezetben, de a piacnak ezt a jelenlegi családias hangulatát megőrizve tudjuk fogadni a vásárlókat. Zárjuk keretbe a történetet, arról beszéltünk az elején, hogy nagyon-nagyon sokan vannak itt, jó itt körülnézni, a árubőség van, és a vásárlók is nyilván elégedettek. Ez mennyire jelent megerősítést a piac vezetőjének? Hát a lelkemet inkább nagy öröm tölti el. Tényleg megható pillanatok vannak. Így 6-7 év alatt nagyon sok vásárlót személyesen is megismertem. Fél percenként köszönünk egymásnak, rengeteg kérést fogalmaznak meg, nem tudnak eljönni Budapestről vagy a Velencei tó környékéről telefonálnak, hogy mit tegyünk félre az árusokkal nekik. Tényleg egy nagyon lélekben is egy felemelő hely ez a piac, és messze elszakadt már attól, hogy egyszerű árucsere színhely legyen. Sokkal több ez annál, és ezért érdemes dolgozni, és ezért érdemes ezért tenni.
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!